Másfél hónapja kezdődött a CEU körüli kálvária. A kormány szerint csak egyenlő feltételeket akartak biztosítani a magyarországi egyetemeknek, miközben a törvény bírálói szerint egyértelműen a CEU-ra lett szabva a jogszabály. Március 28-án nyújtották be a Lex CEU-ként ismert évelt javaslatot. Aszerint Magyarországon csak akkor működhet külföldi egyetem, ha arról államközi megállapodást írnak alá. Másrészt az is feltétel, hogy nem elég, ha csak Magyarországon van kampusza az intézménynek. Az államtitkár szerint, bár sokan állították, nem a CEU ellen irányult a javaslat. Azért indít egy külföldi egyetem egy másik országban egy képzést, hogy az ottani tapasztalatot, az ottani rendszerét, az ottani oktatóit, azt megjelenítse egy másik országban, és hozzá tegyen valamit a felsőoktatási intézményrendszernek a fejlesztéséhez. Tehát ez nem egy CEU elleni ellehetetlenítő akció. Hát a csalás az csalás, akárki is követi el. Alig telt el két nap, a kormányfő már csalásról beszélt a CEU-val kapcsolatban. Több egyetem is szabálytalanul működik, köztük Soros György Egyeteme is, és a Magyarországon hiába milliárdos valaki nem állhat a törvények fölött, ennek az egyetemnek is be kell tartani a törvényeket. A javaslatot civilek és az ellenzéki pártok is kifogásolták, és azonnali visszavonását követelték. Csak hogy Semjén Zsolt sürgősségi szavazást kért, így egy héttel a javaslat benyújtása után már dönteni akartak róla. Csak nem 10 000-en tüntettek azért, hogy megakadályozzák a törvény megszavazását. Ez azonban nem sikerült, mert április 4-én megszavazták a törvényt. A CEU magyarországi rektorhelyettese közölte, Áder Jánoshoz fordulnak azért, hogy ne írja alá törvénymódosítást. Ez a bizonyos törvénymódosítás nem tisztelte a jogalkotás alapvető szabályait. Nem adott időt arra, hogy felkészüljenek az érintettek, nem konzultáltak az érintettekkel, nem volt dialógus a szakma képviselőivel, ezáltal tehát törvénytelen is. Nagyjából 70-80 000-en vonultak utcára, hogy így érjék el, Áder János ne írja alá jogszabályt. Az államfő azonban nem talált kivetnivalót benne, így egy spontán demonstráció is kezdődött a Sándor palotánál. Orbán Viktort az Európai Parlamentben is számon kérték a törvény miatt, később pedig egy határozatot is elfogadott a testület, amelyben felszólítják a kormányt, hogy vonja vissza a törvényt, csak úgy, mint a civil törvény tervezetét. Ellenkező esetben akár az ország szavazati jogát is felfüggeszthetik. Németh Szilárd szerint a mostani tüntetés mögött Soros György áll. Az jól látszik, hogy ezeket a tüntetéseket ugye ők szervezik meg. Hát napnál világosabb. Addig-addig próbálják hajtani, elhitetni, hogy milyen sokan vannak ezeken a tüntetéseken, tehát megy, hát dolgozik Soros György, ez látható volt az elmúlt időszakban is. Németh Szilárd szerint a kormánypártokra és a közvéleményre is nyomást akarnak gyakorolni, de ezek a tüntetések gyakran elhalnak, mert ahogy fogalmazott, érdektelenné válnak az emberek.